fehér lett a kezecske, sok kokain volt benne, ej, haj, koka-koka, jobb is lett a kedve. Kedve, kedve, jobb is lett a kedve, 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 jobb is lett a kedve. Ki lakik oda, lekitrejt a víz? Egy demokratikusan megválasztott miniszterelnök vagyok. Fidesz nem kéne felfüggeszteni. Miért? Azért. Mit mondtál? A Fidesz nem kéne felfüggeszteni. Azért, mert még mindig a legjobbak voltak. Beköszöntött a tavasz, ezzel együtt pedig rengeteg patkány bújt elő a csatornákból. Győztünk. Köszöntöm önöket, a békemenet résztvevőit, Isten hozta mindannyiukat. Kedves barátaim, összesereg lettünk hát ismét az ország minden szegletében. Akkor elmondom én, hogy mink hogy csináljuk. Mi glisszből csináljuk, szódabikarbonátból csináljuk. Miből? Szódabikarbonátból. Miből? Szódabikarbonátból. Fogja be! Ó, bizony. Húsvét másodnapján mi jutott eszembe? Nagyon pozitív volt, hogy a miniszterelnök úr a jövőben is gondolkozik. Vagyunk, akik voltunk, s leszünk, akik vagyunk. 30 év óta mindig is így mentem, jövő héten is így fogok menni, és az azutáni hetekben is így fogok menni. Miniszterelnök úr, lesz olyan bátor és kilibben onnan a függöny mögül. Jöjjön! Szélhámos csaló! A fiúknak semmilyen vegyészi ismeretük nem volt, az interneten talált beszámolók alapján készítettek szereket. Mivel az adagok nem egységes recept alapján készültek, a rendőrségnek most egyenként kell megvizsgálnia a 70 ezer tablettát. Igen, azt még láttunk a diszkóba, meg füváznák, meg ezek, meg azok. Szerintem ezek a fiataloknak a szakmája. Ez a füvázés. Megjelent Soros György, Mein Plane, szabad fordításban az Én tervem című könyve, amiből végre pontosan megtudhatja mindenki, hogy mit is rejt a Soros terv. A drogok kötelezővé tétele, a pedofilia bátorítása és az SZDSZ felélesztése és kormányra jutása kizárólag akkor, ha Gyurcsány Ferenc hajlandó lesz elvállalni a miniszterelnökséget. A birodalmak felett, a birodalmak árnyékában és agyakúrt birodalom, a birodalom építők. Kösz. Az élet maga is egy nagy, romantikus kaland. Megbassza! Jaj, bocsánat. Ez a magyar állam, ez a csésze. Ebben testesül meg. Ebben valósul meg. Ez a magyar, és most ebben én beleköpök és a földhöz baszom. Hogy az élet maga is egy nagy, romantikus kaland. Na mit romantikázik itt? Tűnjön el! Szép a szemed, tündére a kisugárzásod, és valószínűleg nem is ember vagy, hanem földre szállt angyal. Na jó, kösz. Szánalmas balfaszok vagyunk. Balfasz őrnagy. És az unoka öccse az is egy balfasz urad, és a Filip keresztnévre hallgat. Elmegyünk a falig, és ha kell, azon túl. Elmegyünk a falig, sőt, ha kell, azon is túl. Hogy menjek el a falig. Elmentünk a falig. Magyarország barátságos, gazdag, és mindenkinek el fogják venni, az vágni a torkát. Az jó. Március 15-e van,
itt a tavasz. Dagad a fasz. Hívtak Amerikába a Harvardra tanítani. Elmondom most, hogy kérdez a szemem. Drámai napokat éltünk meg. Próbáltam megóvni az ország biztonságát, nyugalmát. Kik harcolnak a szabadságért, ha szabadság van? Az abnormálisak, nem? A magyarok szabadságáért harcolunk. Demokrácia van, nem? Nem? De! Szerinted ki a te egészségedért a felelős? Az orvosod? A gyógyszerészed? Nagymamád? Apád? Anyád? Soros György. A kormánynak soha nem az a dolga, hogy kormányozzon. Ellenség képet kell fölépíteni, veszélyt kell megfogalmazni, patás ördögöt kell a horizontra rajzolni. Meg akik Soros György alkalmazásában álltak, vagy vele szoros szövetségben vannak. Soros György, a világ egyik legbefolyásosabb milliárdosa. Ez pedig Soros György veszélyes terve. Itt van a kezemben, ez a Soros terv, ez létezik, ezt ő közölt. Und? Hogy törlött ki a segged vele? A sokkal izgalmasabbért. Gyere a kurva anyádat, átmegyek rajtok, te faszok! Gyere ide a kurva anyádat! Gyertek ide, bazd meg! Kurva anyádat! Lesz kormányváltás? Lesz. Ja, bocsánat. Nem. Itt kell lenned, hogy elhidd. Magyarország rád vár. Lerágott csontot. Kapnak egy lerágott csontot, keressenek egy olyan csontot, ami nincs lerágott. Tetlegességig fajult a veszekedés egy roma és egy nem roma között. Azonban azt állítja, még csak meg sem szólalt, nem tudja miért kapta a pofon. Mindig azt kérdezik, miből élek. Hát kérem szépen, az agyamból élek. Abból élek, hogy nem kábítószereztem el a pénzemet, nem ruletteztem el a pénzemet, nem ittam el a pénzemet, mint egyes magyar celebek, és van mit felmutatnom. Csomó ilyen bőrgyek is pasas. Hihetetlen hangulatban oda berángattak, nem volt kegyen. Thank you for coming in. Thank you for good morning. Szervusz, jó estét. Why are you gay? Mi van? You are gay. Ezt hogy tetszik képzelni? Hozz világra még egy magyar. Persze engem sértegetni. Én Isten vagyok. Igazán. Igen. Egy demokratikusan megválasztott miniszterelnök vagyok. A Fidesznek nincsenek elvei. Ezt senki ne írja meg, kérem. De első használatban mondom. Önnek is joga van. A népnek joga van elkergetnie a kormány. És merre lehet itt menni? A kurványába! Még egy pár évvel ezelőtt azt se gondoltam, hogy szállodákat fogok venni, és ugye végül is vettem szállodákat. Ez egy fantasztikus teljesítmény, szeretnék mindenkinek köszönetet mondani. A miniszterelnök úr megérkezett, és abban a pillanatban rengeteg patkány bújt elő a csatornákból. Jobb ember legyek, és tulajdonképpen ez a cél minden reggel, amikor fölkelünk, hogy egy kicsit jobb emberek tudjunk lenni, mint az előző nap. De sikerült? Az egészség ügyben is motorog már valami. Amikor felkapcsoltam a fejem fölött a lámpát, akkor ráesett az arcomra egy egér. Egy demokratikusan megválasztott miniszterelnök vagyok. Csekkfej. A homoszexualitásnak a népszerűsítése az igenis hatással van arra, hogy kialakul-e. Hát ott reggel nyugodtan eljöttél otthonról dolgozni, mire hazamész, buzi vagy.
Az inkák megérkeztek Budapestre. Ez veszélyes, ezért a soros tervet meg kell akadályozni. Stop Soros! Beül a kis lopó az A800-ba, mi kell a nőknek, az mindig ő tudja. Viszkit rendel liter számra, mindenki vele mulat. Ez egy fontos dolog. Come on, 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 come on